Jó estét kívánok! Ez a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. Ma is van szerencsére, vagy hát a negatív témákat tekintve kevésbé szerencsére, de van bőven téma, amiről tudunk majd beszélgetni, úgyhogy én nem is szaporítanám tovább a szót, bemutatnám mai beszélgető partnereimet. Itt van velünk Somos Zoltán. Jó estét! Itt van velünk Farkas Szilárd. Sziasztok, jó estét! És itt van velünk szigorúan, mint Vidi szurkoló Juhász László, bár gondolom azért a kérdésekre kapunk majd választ. Reméljük, sziasztok, szép estét! Szóval, akkor kezdjük a Vidivel, és ez itt mostanában mindig aktuális. Ugye most úgy néz ki a történet, hogy idén 2022-ben bajnoki mérkőzésen 2 rugott góllal áll a csapat, 0 ponttal, és lehet mondani, hogy ugye a kupában tovább jutott az együttes, de nem első osztályú ellenféle, még hogy ez a Szeged nem is az a Szeged, amely mondjuk az elmúlt években mindig küzdött az NB2-ben a kiesés ellen, de azért azt gondolom, hogy az valóban arcpirító lett volna, hogyha a Szeged ellen nem megy tovább a Vidi. Milyen a hangulata a szurkolók körében, főleg, hogy ugye az RBD ugye 30 éves, tehát egy igen fontos időszaka van most a legnagyobb fehérvári szurkolótábornak, és hát azt gondolom én, mert hát ez egészen biztos, hogy nem ilyen körítéssel tervezik az RBD-sek megünnepelni ezt a szép kerek évfordulót. Hát mit lehet hallani? Hát Szabics nem hall sok mindent, ezt tudjuk már, de mi mit hallunk? Hát igen, sajnos az RBD 30 örömére ez a kezdés nem olyan szép, és azért ide teszem én a tavalyi évnek a Vidi 80-át is, tehát azért, hogy a 80-as évből átmentünk a 80-as jubileum évből az RBD 30-ra, és hát nem szép, tehát semmiképp nem szép ez a történet. 3-ból 3 szerintem érezni, tényleg mit hallani a stadionban lehet ezt érezni, és ha már RBD-t mondtunk, akkor egyértelműen mondhatjuk azt is, hogy szerintem, ha nem lenne ilyen hangulat, amit mostanában az RBD produkál, akkor még a maradék nézőknek a felese jönnek már a mérkőzésre, tehát egész egyszerűen nem érzem azt, hogy az emberek harapnának és meccsre akarnának járni és menni. Azt azért halkan hozzáteszem, hogy ezek a családbarát mérkőzés időpontok is, ami volt éppen most a hétvégén, ugye ez a 4-3-as kezdés a vasárnapi ebédre, tehát ezeket sose szerett az ember, de nem ez számít, mert ha 5 órakor lett volna, akkor sem ment volna több szurkolat, de mégis, tehát az olyan, hogy hihetetlen különben, hogy ilyen időpontokat ki lehet találni. Hát mindenképp szerintem a közönség kimutatta, hogy érez ebbe az első 3 meccsén. És ez egyöntetű egyébként? Tehát ez, hogy látod, hogy van azért szurkoló, aki azt mondja, hogy gyerekek, hát ezért hagyjuk még egy kicsit dolgozni? Mert most itt, ami jött 3 igazolás télen, nézzük meg, hogy ha őket berakja, akkor beépíti a csapatba a Szabics, vagy ez most már tényleg egy olyan vélemény, amit hát mindenki hall. Ugye, aki a tévében nézi, az is. Személy szerint én egész toleráns szoktam lenni, nekem még elég sokáig van a türelmi faktorom. Én magam is onnét tudtam most már ki, hogy most már azért tényleg valami kellett volna történni, és azért ezt érzem a többségi véleménynek is, mások is azt érzem, hogy itt már nem nagyon van bizalom az edző fele. Érdekes az edző kérdés, mert most lehet a játékon vitatkozni, milyen volt, milyen nem volt. Ugye mind a 4 mérkőzést megnézve, látva, ha csak visszagondolok az első tavaszi fordulóra, úgymond a Puskás-elleni mérkőzésre, 60 percig azt semmiképp nem mondhatjuk, hogy jobb volt a Puskás, szerint a második félidőben 3 vagy talán 4 százalékos zicserre kezdtünk mi. És ha azt a meccset behúzzuk, akkor arról beszélhetünk, lehet, hogy most, hogy a bajnoki címért is még küzdelemben vagyunk, de nem érdemeljük meg, nem érdemelnénk meg, ezt rögtön hozzáteszem. Aztán utána ugye a Debrecen meccsen is ugye vezetünk, majd a végén csúszuk el a történet, és lásd most Kispesten is. Tehát tényleg az volt, hogy az ember tud azon polémiázni, hogy nem sokon múlott, de a 3 mérkőzés összképe a bajnoki alapján az egyértelmű, hogy nem túl sok bizakodásod okot, és ahogy te is a felvezetésnél mondtad, bár egy alacsony osztály ellenfélen, de tényleg a szépség tapasztalsz, hogy legalább a kötelezőt hoztuk Szegedbe. Hát és ugye a Kispest elleni meccsnek tényleg ez volt és akkor se szálljátok be ti is, rácok, hogy ez nekem ez volt a furcsaság, hogy ugye megszerezte a vezetést a Vidi, és gyakorlatilag, mintha utána ott össze is zuhant volna a gárda, és egy-egy után sem éreztem azt a tartást az együttesben, hogy oké, de hát vezettünk 1-0-ra, jó, most kaptunk egyet, tehát az sem volt egy végletekig kidolgozott helyzet, vagy szituáció, amiből rúgta ugye az egyenlítő gólt a Honvéd, hogy akkor után gyerekek, menjünk, akkor rúgjuk meg a másodikat, és nyerjük meg a meccset. Nem ezt éreztem, hanem azt éreztem, hogy jó, hát kaptunk egyet, akkor most már őrizzük meg ezt az egy-egyet. Tehát mint hogyha egy ilyen picit ilyen
félénk nyuszi csapat lett volna. Igen, ugye Szabics Imre, akinek azért a kommunikáció nem a legerősebb oldala feltétlenül itt az elmúlt egy év tapasztalata alapján, valami olyasmit mondott, hogy túlságosan tisztelte a csapat a vezetést, ezt én nem tudom értelmezni, nyilván arra gondol valahol, hogy ezt akartuk tartani, nem akartuk lerendezni a meccset, meg volt az egy gól, akkor az úgy próbáltuk valahogy túlélni a maradék nem tudom hány percet. Biztos, hogy mindennel összefügg, amit Laci mond, hogy ha a fociban meg a sportban ugye nincs ha, de ha mondjuk az első meccs máshogy alakul, nyilván önbizalomban, fegyelemben, hangulatban is egész más a helyzet. Itt azt lehet érezni, hogy előbb-utóbb mindig jön a hiba. Jön elő is, ami kevésbé tűnik hangsúlyosnak ahhoz képest, hogy hátul ugye rögtön kapsz belőle egy gólt. De én azt mondtam ugye legutóbb a Debrecen meccs után, hogy Szabicsot valóban elő lehet venni, és nyilván majd ezt most már nem is tagadhatja le, hogy hallja, hogy előveszik. De hogy addig tart az edzőnek a felelőssége, meg a szakmai stábé, hogy a csapat kialakítja a helyzeteket, lejátsza adott esetben az ellenfelet a pályáról, és aztán nincs, aki berúgja a helyzeteket, nem tudja értékesíteni az adott szituációban, nem hoz jó döntéseket egy játékos. És egy nyilván az edző feje hullik előbb-utóbb, nem feltétlenül az adott játékosé. De az ilyen hibáknak valahol tényleg ez az eredője. Egyrészt, hogy magában nem bízik a játékos, valószínűleg egy kicsit a csapatban sem, uram, bocsán, lehet, hogy tényleg az edzőben sem, és nincs meg az a kohézió, az egység, ami mondjuk az ilyen nehéz helyzeteken aztán átlendíteni a csapatot. Arról is sokszor beszéltünk már Salu Istvánnal is, aki itt volt egyszer, hogy az a fajta vezéregyéniség, az a fajta húzó ember, az a fajta tényleg a galeri élére álló egyértelmű főnök nincs a csapatban. Azért Juhász Rolanddal a pályán nehéz volt elképzelni, hogy három ilyen meccset veszítsen el a videó anélkül, hogy tényleg valakinek mondjuk le legyen üvöltve a feje, vagy rend legyen rakva. Most ez nincs. Akik itt vannak régóta, és akik adott esetben sokszor le is nyilatkozzák, hogy tisztában vannak vele, hogy nem elég, amit nyújtanak, ők is, mintha így túlzottan belefásultak volna ebbe az egészbe. Hát majd kiderül, itt most már tényleg egy őrségváltás jön előbb-utóbb, jöttek új játékosok. Én most már azt gondolom, hogy elodázhatatlan lesz előbb-utóbb a szakmai stábban is az újítás, és akkor kiderül, hogy az, amit elkezdett Csalói felépíteni, az egyszer csak majd elkezde működni, mert most jelen pillanatban azt látni, mint egy ilyen igazából senkinek nem is jó, meg nem is kellő átmenet zajlana. Ezt már elengedjük, hagyjuk, kiesni biztos nem fog ez a csapat, a bajnoki cím azt elfelejthetjük. Hát nyilván óriási szégyen lenne, nem jutnak ki nemzetközi kupára, és ugye Fiola Attila mondta azt legutóbb, hogy most akkor már a bajnoki cím egy bajnokság, vagy gyakorlatilag el is engedte a csapat, és a kupát meg kell nyerni. Ugye, az de jó, mert akkor három mesekkel koncentrálni. Erre mondtam én is, hogy ez olyan közönségcsalogató duma, tehát van még 10 nem tudom, hány bajnoki, hagyjuk, nem érdekes, de majd játszunk most legközelebb a Győrrel, egy újabb másodosztályú csapattal, majd ott kell jónak lenni. Egy kicsit más szemszögből közelítve, van olyan, hogy egy csapat kikap egymás után háromszor. Ami de ezek szoktak lenni, bocsáss meg, ezek a Rizsrosz középcsapatok. Igen, de ami szerintem a nagyobb, és ezt akarom kihozni az egész mondandómból, hogy az, hogy nevetség tárgya, tehát az NBA nevetségének a tárgya jelenleg a Vidi. Az ugye különböző, illetve nem különböző, hanem a legismertebb, talán a legismertebb közösségi oldalon megjelenő egyik csoportban a mémek kapcsán, csak a Vidi, és csak a... És Szabics. És csak Szabics, és a meccs utáni nyilatkozatokból kiragadott mondatok, tehát úgymond a Vidin nevetnek, és nem belünk nevetnek, hanem rajtunk nevetnek. Egy kicsit személyesen akarjuk tenni a dolgot. Azért, mert egyszerűen ezek a mémek azt a benyomást sugallják, jogosan vagy jogtalanul, de inkább nyilván jogosan, hiszen rengeteg reakció érkezik rájuk nevető fejek formájában, hogy itt tényleg egy bohóckodás zajlik sajnos, és ez nagyon rossz fényt vet a csapatra, és ez nyilván a szurkolókat is borzasztóan idegesítette. Itt érdekel a Laci igen. Véleménye, vagy tényleg a szurkolók ezt hogy élik meg, mert ez teljesen jogos, amit mond a Szilárd, és ez bármennyire is fájó nekünk, tényleg az van, hogy ha az ember fölmegy ennek a trollkodós foci oldalnak a Facebookjára, akkor gyakorlatilag háromból kettő, de legalább háromból egy, az utóbbi időben elsősorban Szabics Imréről szól. Hogy tegyük hozzá, egy találó, tehát nagyon jó annak az oldalnak a dinamika, és mindegy, hogy most kiről szól. Sajnos most éppen rajtunk kacagnak, de amúgy tényleg általában egész jól fogják meg a dolgokat. Igen, hát én is a Zoli mondta talán, hogy azt erősítem meg, hogy szerintem az a bosszantó, és hogy megyek és beszélgetek az emberekkel a meccs előtt oda vele útközbe, hogy a taktikát elmondja, kimegyünk, helyzeteket ki lehet, hogy jó, oké, de háromszor az már kezd erős lenni. És akkor ez mellé mindennek a tetejében a nyilatkozatok. Tehát azt gondolom, hogy nem szerencsés. Tehát
Tényleg, hogy ez az a rész a dolog, akkor egy kicsit sajnálom egyébként Szabics Imrét, mert tényleg az a helyzet, hogy vannak emberek, akik nyilvánosságra teremtek, vannak, akik a legrosszabb helyzetben is nagyon jól tudnak. Én azt sem szoktam szeretni, amikor valaki annyira ki tudja magát dumálni, hogy jobb edzőnek tartják azért, mert mindig tud valami jót mondani. Nagyon sok vita van ezzel kapcsolatban, hogy edzők, akik egyrészt vagy magukra vállalják a felelősséget, vagy rátolják a játékosokat, de mindezt olyan iszonyú profi kommunikációs sablonokkal, meg patronokkal, amik őket is kicsit vonzóbbá teszik, és akkor elfeledtetik, hogy egyébként, amit csinál az edző, ugyanolyan szarvár, bocsánat, mint az edző, aki meg hebeg-habog. Ezzel együtt Szabics tényleg maga alatt is vágja a fát, ugye poénkodtunk a mostani megnyilatkozásán, nyilván ez már egy kétségbe esett, nem tudom, valahol emlékezett rá, hogy szoktak ilyet mondani, hogy én ugyanaz az edző vagyok, mint egy évvel ezelőtt, csak ezt olyan edzők szokták mondani, akik 20 éve a pályán vannak, és letettek már az asztalra egy csomó mindent. Ha valaki, akinek első csapata a jelenlegi, azt mondja egy évek később, hogy ugyanaz edző vagyok, akkor gyakorlatilag elásta magát, akkor azt mondja, hogy nem tanultam semmit, nem fejlődtem semmit, ugyanott tartok, mint amikor tök kezdőként leültem a kispadra, és ez baj, de azért van, mert szerintem ő is egy ilyen iszonyú frusztrációban, és kicsit talán azért is, mert tényleg ő is tudja, hogy nem a szavak embere. Tehát neki nagyon nehezek ezek a megnyilatkozások. De ott a Torgelles, Sanyi, miért nem? Tehát nem lehet, hogy más nyilatkozik? Hát, van licenszre Szabicsnak. Tehát ha nem lenne, akkor nem nyilatkozhatna, és akkor tényleg mondhatna bárki. Kisvárdán nézze, hogy a révész, aki gyakorlatilag tényleg szerintem a takarítónőt is igazolja, és akkor még ő nyilatkozik is meccs után, mert ő megteheti, mert még egyébként olyan képesítése is van azok kívül, hogy edzőket meg játékosok advesz. Nem az Erős Gabinak meg nincsen. Igen, de mégiscsak közben nyilván tudja mindenki, hogy ő edzi a csapatot. Ez most annyi jobb lenne, tehát Torgelles is azért, de őt legalább szeretjük, mert volt egy olyan mentalitása, amit hogy a stílus, a szerethető stílus. Na, de egyébként ez a furcsa, és megint visszakanyarodok oda, hogy tényleg a Honvéd ellen 1-0, jön az egyenlítő gól, összezuhantunk, és ott ül a padon egy Torgelles Sanyi, aki tényleg maga volt a tűz, ott van egy Juhász Roli, aki szintén, hogy ez a tűz, én értem, hogy nagyon nehéz a kispadról ezt begyújtani a pályára, de hogy ez hogy nem megy át? Hát szerintem ez nagyon sok minden nyilván nem is tudunk. Egyrészt nem biztos, hogy valaki edzőként is ugyanaz a habitus, mint játékosként volt, ők is pályakezdők, ők is gyakorlatilag azon kívül, hogy a Vidiben, illetve a futballpályán letettek az asztalra, ezt a Szabics is letett. Tehát nem nagyon érezhetik ők magukban, feljogosítva magukat sem, hogy ők Szabicsot kritizálják. A hierarchia egyértelmű, Szabics a főnök, ők a beosztottak. Mindegyik gyakorlatilag 0 kilométeres edzőként kezdte ezt a szezon. Tehát nincs meg igazából az alap sem. Az más kérdés, hogy a játékosok felé viszont valóban lehetne sokkal határozottabban és erősebb kézzel meg torokkal kommunikálni, mert azért az a tekintélye nyilván Juhász Rolinak még a jelenlegi csapat előtt bőven megvan, ami esetleg Szabicsnak lehet, hogy nincs, mert ő kívülről jött. Egyébként azt akartam mondani a szurkolókhoz, amit a Laci mond az elégedetlenséghez, hogy én nem vagyok annak a híve, amikor szurkolók váltják le az edzőt, de miután elhangzott itt az előző meccsek után, hogy nem hallja Szabics a kórust, most már azért nem kérdezik ezt meg tőle, meg ő sem mondja, hogy nem hallja, hogy tényleg egy olyan helyzet teremtődik lassan, amiben egyértelműen lépés kényszerbe kerül szerintem a klubvezetés. Nyilván az senkinek nem érdeke, hogy vagy kivonuljon a B-közép, az RBD, és azt mondja, hogy akkor minket nem érdekel innentől, vagy folyamatosan ez a fajta kommunikáció menjen, és megnyilvánulások a részükről. Óriási nyomás téve persze az edzőre, a játékosokra is, és hát mivel nincs eredmény, azt se lehet mondani, hogy ne lenne jogos a kritika. Hát és milyen érdekes mérkőzés fog jönni ugye Kovács Zoli szerepe miatt, ugye meg a tabellán foglalt helye miatt az Újpestnek. Tehát itt lehet azt mondani, hogy itt aztán totális kötelező győzelemnek kéne lenni a hétvégén. Egyrészt ugye Kovács Zoli személye miatt ez egy kicsit most presztízs szerintem minden tekintetben, és utolsó helyen állnak a lilák. Tehát az érdekes helyzet, hogy Kovács Zolinak ehhez a csapathoz még több köze van, mint az Újpesthez. Tehát hogy gyakorlatilag az a csapat játszik, amit ő rakott össze azzal, amit most nézeget, hogy majd hogy kellene. Van egy Újpest szurkoló barát, nem tudom, hogy
lett így, de hát így alakult, és neki mondtam, hogy Kovács Zoliban most az a jó, ugye, hogy Újpesten, hogy az a legnagyobb erősítés adott esetben a Vidinek, hogyha elviszi azokat, akiket idehozott, és teszem hozzá, ezzel még az Újpest is nyer, mert ugye annyira nem volt rossz az a keret, amit tulajdonképpen összerakott, hogy itt a kiesési gondjai lettek volna a Vidinek, tehát adott esetben egy tök utolsó Újpestnek még bőven segítségére lehetnek, de egyébként baromi nehéz mérkőzés lesz, én ebben egészen biztos vagyok, mert egy, valami formálódni azért látszik az Újpest játékában, kettő, hát tök utolsóként semmi más céljuk nincs, mint mindenhol a pontokat elcsípni, vagy csak azt az egy pontot, és biztos, hogy nagyon fognak harapni. Ugye, ha csak a Fradi elleni meccset nézzük, ott simán lehetett volna, hogyha a Puskás meccsről beszéltünk a Vidi kapcsán, hogy kis szerencsével arról beszéltünk volna, hogy mondjuk a megnyeri azt a meccset a Fehérvár, és akkor tényleg a bajnoki cím. Az a Fradi Újpest is egy olyan meccs volt, hogy az azért nem nyerte agyon a Fradi, és akkor finoman fogalmaztam, mert ott megvolt a lehetőség az Újpestnek is arra, hogy nyerjen. Tehát azért nem lesz ez egy könnyű mérkőzés. Hát nem, mert mondtátok, hát a Kovács Zoli jobban ismeri még ezt a csapatot, mint az Újpestet. Tehát, hogyha valamit, akkor föl tud minket készíteni az edző, ez a saját edzőjével, hogy mit kell a Vidi, vagy kire mit lehet figyelni. Tehát egy roppan, most tegyük fel a legrosszabbat, mi van, akkor gólt kapunk mondjuk a mérkőzés első gólját, mi kapjunk. Megint jön az, hogy ideges lesz-e, zavart lesz-e, mert annyira nagy a bizonyítási kényszer, hogy most már negyedik, hát mindenképp csinálni kell, ne is gondoljunk erre, mert rossz vagyok, de hát nem irigylem most az edzői triót sem, hogy készíti fel úgy a csapatot, hogy ebből ne legyen csúszda. És mi van akkor, hogyha Budutól kapjuk az első volt, ugye, hogyha játszani fog? Nem tudom, játszhat. Azt hiszem, hogy már játszhat, legalábbis az biztos, hogy leigazolták, ugye éppen amit említettetek, hogy Kovács Zoliban oda viszi az ő általa idehozott játékosokat esetleg, hát itt az élő példa rá. Majd nem fog ünnepelni, és az olyan lelket melengető lesz. Hogy mert egy évet itt töltött, akkor majd nem fog ünnepelni. Ma manapságban ez a trendi, hogy tényleg elmentem kétszer a stadion mellett, akkor már nem ünneplek. Volt egyébként még egy hír a Vidivel kapcsolatban, ami nekem azért kicsit piszkálja a csőrömet, meg hát elszomorít ez, hogy ugye Csobot Kevint gyakorlatilag aztán 2 percet játszott az NB1-ben, Magyar Kupában pályára lépett többször, meg még gólt is szerzett, és most kölcsön adta a klub Szegedre. Ugye ő már sallói igazolása volt, tehát itt már azért nem mondhatjuk azt, hogy egy olyan játékos, aki megöröklölte úgymond az új klubvezetés, és azt nem vártam persze, hogy ő majd berobban a magyar élvonalba, vagy hát nem tudom, nem vártam-e, legfeljebb titkon reméltem, és letesz egy olyan névjegyét az asztalra. Ő ugyanannak a műhelynek a nevehetje, ugye honnan Szoboszlai Dominik is annak idején elindult, megjárt a külföldet. Benfica? Hát most azt nézem, hogy egy éve Benfica, holnap után Szeged, azért egy magyar fiatalnak, aki állítólag ennek a korosztálynak az egyik legnagyobb ígérete is, így az egész magyar futball reménye is ezekben a fiúkban lehet. Ez elég szomorú. Nem tudom valójában, hogy ez realitás-e, hogy akkor, amikor a Vidi gyakorlatilag minden esélyét elveszti a bajnoki címre, amikor nem tud meccset nyerni, és azért igazolunk 3 ukránt, meg nem tudom, próbáljuk megszabadulni azoktól, akiket ilyen balansznak tartanak, hogy azért egy-egy esélyt nem kaphatnának ezek a fiatalok. Szerintem senki nem venné a fejüket, hogyha Csobot Kevin játszana, és úgy nem nyernénk. Hát én személy szerint én mindig tudom, hogy ez nem divat ma már, meg már a foci nemzetközi, meg nem a fiatalok, meg nem a magyar gyerekek. Saját érzésem még mindig az, hogy én örülök a fiataloknak, örülök, ha jönnek. Azt az is tisztában vagyok, hogy a fizetési igények sajnos irreálisak náluk is már, most nem Csobot Kevinről, hanem az általánosságra, amit a futball szakmai körökben az ember hallott vagy tud, hogy egész egyszerűen nincsenek 2 lábbal a földön, a talajon, és ezért van ez a rengeteg idegenlegiós, de hát meg ugye azt szoktuk hallani, hogy a nemzetközi porondra, a nemzetközi szintre a tovább lépéshez ugye arra lenne szükség, hogy a magyar játékosokkal nem lehet. Lásd, lehet, hogy van is benne igazság, mert az elmúlt évek ha végignézzük, akkor a Fradi keretében is elég kevés maradt a végére. De hogy a magyar mezőnyben nem tudunk a nemzetközi szinten most már nem is a 3. vagy 4. éven mi se kilépni a csoportkörbe, ahhoz képest akkor a magyar bajnokság dobogóra, lásd, hogy egy most a Paks egy üdítő példa tényleg, de szintiszta fiatal gyerekekkel, de akár a Kispesttelen is ezek a fiatal srácok, akik a kis
Kispestbe fociztak, a magyar gyerekek, szimpatikusak, vagy az Újpestbe is volt múlt héten, oda ment a szurkolók, az egyetlen, nem tudom a srácnak a nevét. Banai. Az oda ment, és ez egy baráti, közéjük, tehát odaérzi, tehát a közönség is, a mai napig mi magyarok egy kicsit ilyen tradicionálisabbak vagyunk, egy kicsit olyan konzervatívabbak vagyunk az élet minden területén, most nem megyek bele politikai kérdésekbe, de az élet minden területén, és ez kihat a sport, és örülünk, amikor több a saját fiunk kölke, hogy így mondjuk a pályán. Hát, és ugye ezzel kapcsolatban pont ugye a bajnoki rajt előtt volt ugye Csányi Sándor MLS elnöknek azért egy komoly kritikája, amit megfogalmazott, és azzal a kritikával szerintem teljesen egybecseng az, ami most történt, hogy akkor Csobotot kölcsön adták, ahelyett, hogy az történt volna, hogy akkor figyelj, akkor ez a bajnokság elment, akkor gyere, most akkor megnézek 2-3 fiatalt, vagy akár még többet, megnézem, adok nekik játék lehetőséget. Persze, és mondom úgy, hogy Csobot igazából nem is a magyar akadémiai rendszer terméke, ugye itt a Phoenixben lett felnevelve, ugyanúgy nagyon hamar kikerült külföldre, mint Szoboszlai Dominik, nyilván nem akkora tehetség, mert azért, hogyha olyan lenne, akkor biztos nem a Benfica tarcsiban porosodott volna, de mégiscsak szerzett külföldi tapasztalatot. Arról persze vitatkozhatunk, és egy Csányi Sándorral nem tudok sajnos, hogy valójában ez az akadémiai rendszer, meg ez az iszonyatosan jó körülmények között működő magyar utánpótlás most már miért nem hoz ki legalább európai szinten egy középmezőnyhöz eladható fiatalokat tizenvalahány év után, és az összes sportágra ráhúzhatnánk, majd egyszer biztos beszélünk erről is. Tehát nekem van bajom bőven ezzel a magyar akadémiai rendszerrel, de ha már van egy ilyen fiatal, aki visszajött külföldről, aki ezek szerint azért méltó volt, hogy ott is egy ilyen nagy klubnál lehetőséget lássanak benne, hát ezt azért kipróbálhatnánk. Én mindig szoktam mondani az akadémiát, ha már mondtátok, de ezt nem bírom megállni ekkor soha, hogy nálam az akadémia az a Magyar Tudományos Akadémia, meg ezek az akadémiák, tehát nekem már elnevezése is van egy kicsi problémám. Egy kicsit a túl misztifikált. Igen, és ne akadémia legyen, hanem olyan, ahol futballra nevelik a gyereket. Tehát mi nevezzük amúgy bárminek tényleg. És egyébként, ugye, ha térjünk vissza picit az Újpest elleni meccshez és az RBD-hez, hogy hogyan készül ilyenkor a tábor? Hiszen rendben van, hogy lehet és kell is kritikákat megfogalmazni, de azért mégis az Újpest ellen az egy presztízs mérkőzés. Tényleg talán egy utolsó szalmaszál lehet abban, hogy a csapat még megcélozza adott esetben a dobogót, hogy inkább ilyen kritikus hangulatban készül ilyenkor az RBD, vagy azt mondjuk, hogy jó, most tegyük félre a problémákat, megénekeljük, amit meg kell mondjuk bemelegítés alatt, meg ha olyan a helyzet, akkor a meccs végén, de hogy odaállunk a csapat mögé most teljes mellszélességgel, mert ugye Újpestre ráadásul pont Kovács Zoltáné érkezése okán és amiatt visszatért a tábor, tehát hogy biztos, hogy komoly szurkolást kap majd a Lila-Fehér Gárda itt. Azt gondolom, hogy az RBD egyértelműen pozitív szemmel nézi most a dolgokat, a minden hibával és kritikával együtt, és hát ugye az RBD 30-ra az előbb beszéltünk, hogy ez egy ragyogó alkalom, hogy a brigád összekovácsolódjon még jobban, és részlehajrás nélkül mondhatom szerintem, hogy a jelenlegi magyar szurkolói palettán mindenképp az élbolyba tartozik az RBD, az egyik legjobb, saját szívem húz, akkor talán a legjobb is mondhatnánk, és létszámában is most nagyon jó az egyveleg az igazán fiatalok, az idősek, és a nagyjából azért általában az ilyen ultráknál a 20-30-as korosztályt is nézve, nagyon jó az egyveleg, és azért az nem véletlen, tehát itt azért olyan meghatározó vezetők, személyiségek vannak az RBD-n belül, ahol mindenki tudja, mi a szerepe, tisztelik az idősebbeket is, és próbálják a fiatalokat is segíteni és fogni. És ez a 30 éves, ez azt jelenti, hogy vannak köztük nyilván olyanok, akik a kezdetektől ott vannak, akkor itt már, hát ha nem is az én korosztályom, az 50-esek, de a 40-esek azért már jelen vannak. Még mindig jelen vagy, ugye a Völgyi Szabolcs és jó magam vagyunk szerintem a legaktívak, akik az alapítás pillanatában 92-ben ott voltak a kantina sörözőbe, akkor még lehet, hogy élmunkás útja, de ma már Királysoron. Akkor mennyi idős voltál 92-ben? Hát én 76-os születésre jövök, élek 16. Ugye Szabival is egyidősek vagyunk, a Völgyi Szabival, és gyakorlatilag igen, tehát a kezdő generációból is még vannak ott, de akik utánunk jöttek egy-két évvel, ugye az Izsai Donát, amit nagyon ismeritek, stb., ő is gyakorlatilag egy-két éve fiatalabb, csak ő még akkor tényleg pici volt, de nagyon hamar ő bekapcsolódott, és ő lett ugye a magyar ultrapápa is, nem csak Fehérvár, hanem szerintem országosan is elfogadott az ő
ultra iránti vonzalma, az ultravilág iránti vonzalma, és ez nagyon nagy fazont adnak a régi arcok is, és ez mellett mindig jöttek az új feltörekvő arcok, és ennek van egy jó egyvelege, tehát nem az, hogy most eltűntek az öregek, meg jöttek újak, és most meg szemmel láthatólag van egy ilyen 16-20 év közötti olyan kis fiatal magunk is, akik egész jó utánpótlásnak néznek ki a jövőben. És hogy amikor kell, akkor hátralépnek az öregek is, de amikor meg nagyon kell, ugye előre lépnek. Ugye nem tett jót azért a stadion bontás, építés, a 3 év felcsútrajárás. Gondoljatok bele, hogy egy komplett középiskolai generáció esett ki a hazai meccsek élményétől, mert 3 évig nem volt otthonod. Tehát, hogy nagyon nehéz volt, és ehhez képest most egy rendkívül jó állapotban levő RBD-t látom. Hát, volt ugye a névmizéria volt, amikor hát, önkéntesen vállaltátok, hogy nem mentek be a stadionba. Én egyébként nyilván nem voltam, tehát biztos, hogy az ultrák sem úgy tartanak számomra, hogy én vagyok a magyar ultramozgalom legnagyobb barátja, de azt el kell ismerni, hogy az RBD szerintem egy abszolút pozitív szemléletű labdarúgótábor. Tehát még a kritika is, itt sokkal többször volt az a kritika, hogy akkor csendben maradtak inkább, vagy nem mentek ki, mint hogy a hangosan megfogalmazott gyalázkodás ment volna. Most azt hagyjuk, hogy bizonyos táborok, hát azért az ultra kultúrához hozzátartozik, hogy megy az üzengetés. Hát vitathatatlan. De a csapat, amikor ott volt a tábor, akkor tényleg mindig maga mögött érezhette, és szerintem még most is az lesz a jellemzőbb inkább, hogy a hajrávidés, a buzdítás és a stadion hangulatát megalapozó nóták. Hát az más kérdés, hogy azért a játékosok nyilván nem érezhetik úgy, hogy a bármit meg lehet csinálni, vagy bármilyen teljesítményt elfogad ez a tábor. Igen, számomra csak az a kérdés, hogy 0-1-nél, akkor azonnal elő kell venni a Szabics takarói ritmust, amit mostanában. Valószínűleg előjön óvatatlanul szerintem. Tehát ez a vezéregyinéség, nem kell nekik se. Tehát ilyenkor van egy olyan közhangulat, amikor tehát most ez jön az emberekbe, és nem csak az RBD-ben, a stadion többi részéről is fog jönni, vagy máshol fog indulni. Most egész egyszerűen ez lett a közhangulat. Ugye Kovács Zolinál is volt a vége fele egy ilyen, amikor ő volt kispécizve, akár nem véletlenül is, és most a Szabics az, és azt azért nagyjából látod, hogy a Salecet nagyjából mindenki megért az RBD-n belül, vagy akinek van egy kis információ, nézte a bemutatkozó műsorjét, akár nálatok, akár máshol, az elfogadja, hogy ugye Salec meg is mondta, hogy ez a keret most jelenleg nem sok minden nagy célra alkalmas, tehát ehhez kell egy idő, ami nem az a tél volt megszabva, hanem az a bajnokság, és szerintem él a türelem fölfele. Most a Szabics lett kispécizve, sajnos ez van, vagy nem, de ez van. Ezt, amikor ezt hallom, hogy nem minden alkalmas a keretet, tényleg, hogy a Salec iránt abszolút ér a türelem, de hogy könyörgök, tehát ez a csapat, ez most már 10-valahány éve Magyarország legirigyeltebb körülmények között dolgozó, milliárdokból gazdálkodó klubja. Tehát amikor azt kell hallani, hogy a negyedik helyen 10 pont lemaradással álló csapat, hogy hát igen, sajnos ez a keret, hát azért köszönöm, tehát én olyan munkát tennék le az asztalra, mint aki ezt a keretet összeállította, vagy bárki a maga területén. Akkor a Kovács Zoli lehet vele beszélgetni. Nem. Biztos, hogy csak Kovács Zoli, de igen, szóval ez egy érdekes helyzet. Na, váltsunk akkor témát, meglátjuk, hogy mi lesz a hétvégén ezen a Vidi Újpest meccsen, csak ugorjunk egy picit nagyobb távlatokba, meg váltsunk akkor kontinenst is, ugye, hiszen nem mehetünk el, azt gondolom, ebben a műsorban sem szó nélkül amellett, hogy megvan a magyar sport, egy magyar egyetemes sport első egyéni téli olimpiai bajnoki címe, ugye, rövidpályás gyorskorcsa, 500 méter és Liu Shaowang. Elképesztő, tehát hogy milyen magasságokat, mélységeket, és aztán megint magasságokat élünk, vagy élet meg velünk tulajdonképpen ilyen furcsán fogalmazva ez az olimpia és ez a sportág, és ki gondolta volna, akár csak az olimpia előtt, hogy ez lesz, vagy akár tényleg néhány évvel ezelőtt, hogy majd ennyire fog egy ország figyelni egy téli olimpiát, mert ugye mi mindig picit ilyen outsiderek voltunk ebben, aki szerette a hokit, az nézte, aki szerette az alpesi sírt, az azt nézte, vagy nyilván beszéljünk egy picit az alpesi síről is, ott is azért van érdekesség, de hogy ti mit szóltok, ti hogy élitek ezt meg, mert azért ez nem semmi, tehát 3 érem. Hát és még több is lehetett volna, respekt az egészre, sőt hozzáteszem a pontszerző helyeket is tegyük hozzá, hogy ugye több pontszerző helyünk is van, de az egész pekingi olimpia szerintem egy ilyen burlesque is már majdnem, tehát hihetetlen milyen dolgok történtek ott, akár ugye amikor elvették ugye az aranyérmét, és előtte is az a futam is ugye visszafújták a felénél, hogy a korcsa él, vagy mi volt a jégen, tehát meg azok a kohókat mutatják meg, hogy elkezdett esni a hóatéliók például, és az okozott problémát, szóval hihetetlen burlesque-ek vannak. De magyar szempontból azt gondolom le a kalappal, és fantasztikus dolog, hogy a nyári olimpiák mellett, ahol egyre nehezebb ott is azért szinten maradni, a téli olimpiára és a magyar emberek, a magyar nép, mi magyarok úgy tudunk majd rá figyelni esetleg a következő években is, hogy igen, itt van keresnivalónk, és van kér szorítanunk és izgulnunk, és
sokszor előjött, most bocsánat, az adásban nem vágtok ki, előjött itt, én nekem nagyon sokszor fájdalmas, hogy látom az interneten, nem is magyar, meg stb. Hogy ne lenne magyar? Tehát ilyen hülyeségek is jöttek elő, tehát ez is egy rendkívül érdekes ez a kérdés, és pont azt akartam kihozni belőle, hogy hihetetlen, mennyire szerény, mennyire szerethető, mennyire normális csak ezek a srácok, és azt gondolom, hogy felemeltjük a fejünket mindannyian Magyarország, hogy ilyen srácok vannak nálunk. Érdekes volt szerintem azt is látni, hogy ugye a Gyorskorcsolya alapján és a Liu testvérek szempontjából szerintem mindenki Liu Saloni Sándort ismerte jobban, valahogy mindig emelkedett, nem csak bárként. Ő a mi Sanyink, és utána jön ugye Ádó Liu Shaoang, tehát mindig megvolt ez a kimondatlan hierarchia, szerintem egy kicsit ezt érzékeltette a média is, hogy van a bratyó, meg van az öcsi. És akkor ezen az olimpián pedig kijött, hogy igen, van a bratyó, és neki sokkal nehezebb volt most a helyzete, miközben Liu Shaoang sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtott, és ugye a verseny utáni nyilatkozatai is azt sugallták, illetve az egész teljesítménye, az egész produkciója, hogy ő egy végletekig kiegyensúlyozott emberke, és ez az olimpia arra is jó volt, hogy kilépjen talán egy kicsit, ha lehet ezt mondani, a bátyja árnyékából, nem tudom, mi a véleményetek erről. Milyen szép, egyébként tényleg szép képzavar, hogy végletekig kiegyensúlyozott. Ez... jó, de értjük, ez szép, tehát ez amikor érted, hogy mit akarsz mondani. Az 500 méteren rajtszél győzelmet találtott, ez ennél nem lehetett volna kiegyensúlyozott. Pont az van itt is, hogy most látjuk, ünnepeljük, és a magától értetődőnek tűnik, főleg ez a döntő, tehát én is néztem, hogy most ha nem történt már szerencsére itt ugye koccanás meg semmi, akkor annyira egyértelmű volt, ezek elindultak, érre állt, ment 4 kört, megnyerte. Most majd nyilván lesz olyan időszak, amikor nem nyerünk, de és nagyon meg kell ezt becsülni, mert hogy egy ilyen egyértelmű dominanciánk van ebben a sportban most, és hogy azért ő volt a regnáló világbajnok. Tehát azért ő úgy ment ki erre az olimpiára, hogy tudnánk mutani példákat atlétikából, bármilyen egyéni sportákból, aki világbajnokként oda megy, az a legnagyobb esélyes. Ő a legnagyobb esélyes volt. És pont ezt tudjuk, hogy a legnehezebb elviselni. Egyébként ha már a kommunikációról esett szó, ugye, illetve azokról, akiknek nem ez az erős oldaluk, hihetetlenül kommunikatív és értelmesen jól beszélő emberek, a két testvér, Sanyi viszi a primet, többet is beszéltetik, meg egy kicsit talán ő így jobban magára vállalja ezt a showman szerepet. Most láttam pont tegnap a nagykereskedelmi tévén az egyiken, hogy mit tudom, 6-7 éves felvétel, amikor felfedezték őket itt Magyarországon még fiatal gyerekként, és ott voltak a képek, hogy Kínában modell iskolába járatta őket a szület. Tehát azért két nagyon szép srácok, de mondjuk ki, egy iszonyú jóképű csávók, ezt felfedezték gyerekkorában, gyerekmodellek voltak, a népszerűségüket az megalapozta. Kínában 10 milliós követő tábora van az ő videóiknak, meg a képeiknek, tehát ott is roppant népszerűek. És ez a tudatosan felépített médiakarrier egybeesik azzal, hogy közben iszonyúan tehetséges sportolók, és előttünk áll egy gyakorlatilag a napjaink szupersztárja, aki ha nem ebben a sportágban lenne, akkor tényleg 100 milliós nagyságrendű követőkkel rendelkezne, mert minden tud arról, hogyan kell kezelni a nyilvánosságot. Ebben benne van az is, hogy nyilatkozik olyat, ami azért kisebb vihart kavart ugye a váltó után, amikor nyíltan megmondta, hogy a negyedik srácon úszott el a váltó, ami lehet úgy is értékelni, hogy azért ilyet nem illik, tehát tudjuk, hogy mik a realitások, de ez egy kicsit olyan, hogy én nem hibázhatok, mindig csak más hibázhat. Meg hát lehet úgy is, hogy hát nem ez a ködösítő, puderező típus, nem mondja a bevett szóvirágokat, hanem megmondja egyenesen, amit gondol. Mindegy, akárhogy is beszélni kell róluk, és tényleg egy ilyen fantasztikus egyéniség mind a kettő. És ott egy picit nem féltetek, amikor előjött ez a tényleg a váltó utáni nyilatkozatója? Hát én nem tudom, hogy miért ezt mondták, miért így kellett menni, tényleg ráhúzták a negyedik srácra egy picit, hogy akkor az egész így volt, na akkor ez itt igazi magyaros történet, egy sikertelen futam, és darabjaira hullik az egész. Mert elsőnek nekem ez volt az érzésem, hogy na akkor ezt most itt ki és hogyan fogja összekalapálni. És hogy gyakorlatilag utána először egy mosakodásnak tűnt a dolog, ami ugye utána következett, hogy akkor ugye Liu Shaoang Sanyi is elmondta, hogy hát vele képzelik el, mennek, és a többi, és nincs ez úgy, ahogy gondoljuk, de azért mégis csak ott volt az emberben, hogy na. Ez a nehéz, ugye úgymond a mérkőzés, illetve a futam utáni nyilatkozatokban, hogy vagy egyből kijön, vagy visszafogja az ember, itt most egyből kijött. Nyilván a következő napon egy kicsit ugye megnyugszanak a kedélyek, és reálisabban tudott volna mindenki értékelni, hogy meg is történt igazából. De ugye a meccs után, a futam után a felfokozott hangulatban
kijött gyakorlatilag az igazság, és amit az Zoli is mondott, ezt lehet két oldalról is értékelni. Szerintem igaz, hogy Jussa Vili Sándor nyilatkozata. Láttam a váltó előfutam előtti nyilatkozatát a tévében, mert ugye előtte ő egyéniben ment éppen, és akkor ott meginterjúvolták, és mondta, hogy hát, az, hogy, de szinte tényleg nevetve mondta, hát most egy olyan taktikát próbálunk ki, amit nem is nagyon gyakoroltunk, nem is így szoktuk csinálni, azt mondja, ha jó lesz, akkor bejutunk a döntőbe, és akkor mindenki elégedett lesz, ha meg nem jön össze, akkor kiesünk. És ez egyfajta vagányság, másrészt persze tényleg merész vállalkozás azért egy váltóban olyan taktikával menni, amit soha előtte nem csináltak, hát nem is jött be, ugye itt több körönként váltottak. Egyébként én úgy láttam teljesen laikusként, hogy egy váltást szúrtak el, tehát nem azért nem jutottak be, mert a negyedik srác annyival gyengébb volt, persze lehet, hogy előbb-utóbb az is kijött volna. Volt az elején egy lemaradás, és ugye azt találták, hogy nem másfél körönként váltanak, hanem kettő körönként, hogy a végére majd, amikor igazán kell menni, akkor Sanyinak legyen ereje, és akkor ledominálja az egész mezőnyt, de ez borult az elején. Elszúrtak egy váltást. És aztán, volt egy rossz váltás is, persze, de... Így van, úgyhogy hát mindez benne van, és így, hogy lett a végére egy egyéni aranyérem, illetve lett egy elvett aranyérem, ami után mondhatjuk, hogy reálisan az is lehetett volna a miénk, meg még egy bronzérem mellé, hát azt hiszem, hogy tényleg tökéletes vagy olimpiát zárt a Még van. Igen. Abban a kockában fantasztikusan kellemes, szép emlékeim vannak róla, ahol annak idején felszúzta a világrekordokat. 2008-as pekingi olimpián, én pont azon a döntőn voltam ott, ahol nem tudom, emlékeztek rá, azt hiszem 200 pillangó volt, ahol a szerb srácot csak benyúlással verte Phelps. Az volt a legszorosabb győzelme, tényleg ilyen század másodperceken múlt, és ott néztük, és az egész uszoda őrjöngött, mert én a magam részéről annyira bíztam, hogy megverik Phelps. Tehát ez a szerb gyerek, ez a Csivics, vagy nem tudom, hogy hívták, ez meg fogja verni, és vezetett az utolsó méterekig. Csovics, igen, és a benyúlása a pillangónál a Phelpsnek jött ki. Na most ebben a vizes kockában most jég van, és ott csúszkálnak Sanyiék. Az elvett aranyra jutott külön az előbb eszembe az, hogy hát, hogyha nem fújja vissza a spori, semmit nem szólhatott volna kínai, akkor se. Szerintem engedték volna, nem? Én azt érzem, hogy semmi nem történt volna, magyaré az arany, és kész. Tehát, hogy ez az is egy ilyen tényleg ilyen szürreális volt. Szürreális jelenet volt mindenképpen, de hát ez van sajnos. És ott van a csávó, ugye, a jamaikai, aki ugye lecsúszott a hegyről. Meg van nektek, hogy óriás műlesiklásban a csávó hóekében lejött, és egy percet kapott az elejétől, 35 másodpercet az utolsó előttitől. Tehát, hogy van az olimpiának egy ilyen szelleme, de ennek de a fickónak... Igen, de ennek, én nem szeretem ezt a szellemet, tehát én nem sosem voltam Muzambani fan, meg Eddie a Sas fan sem, mert az, akinek egy tizeden múlik, vagy azon múlik, hogy egyébként egy világbajnokságon ott vagy, csak van még négy másik holland, és csak három mehet adott esetben, most mondtam egy országot. Hát lehet, hogy ez a téli olimpia bája, de volt valami idősebb fickó, csak nem tudom, melyik országból az a baj, aki meg így gyakorlatilag a származása meg a rangjának köszönhetően intézte el magának 50 vagy 60 évesen, hogy ott lehessen a téli olimpián, mert ott is úgy abban az országban, hát tényleg, szóval, hogyha nekünk nincsen egyébként ilyen rövidpályás világklasszis triónk, akkor akár Magyarország is vehetne részt úgy az egész téli olimpián, hogy mondhatnák, hogy gyerekek, hát miért rá buli van. Nem tudom, biztos tudjátok a levét, mindenki azért szurkolt, hogy nehogy belefulladjon a medencébe. Az is egy csalás volt, mert 1.20-al volt nevezve a pali, és 1.50-et úszott, és majdnem belefulladt. Tehát ez akkora különbség a 30 másodperc, tényleg 100 méteren. Komolyságát egy kicsit elviszi azért, de az biztos, hogy vagy a magyar szempontban az, hogy az összességében ez egy csodálatos téli olimpiának mondható egyértelmű szerintem magyar szemben. Ez egy nagyon szép záró mondat volt, Laci, köszönjük szépen, nem csak ezért, hanem sok másért itt voltál velünk. Nektek is, srácok, köszönöm, találkozunk majd egy hét múlva önökkel is, addig is maradjanak velünk, ez volt a Kezdőkör, viszontlátásra! Sure.